Dániel könyve 7. fejezet 24. verse a következőképpen hangzik. A Tíz szarv pedig ez. Ebből az országból tíz király támad és más támad utánuk, és az kőm lesz, mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. Ezt a magyarázatot kapta Dániel próféta a kis szarv rejtélyére vonatkozóan, mint egy első ténykedését így világította meg, hogy amikor ez a kis szarv felnövekszik, akkor három királyt fog megalázni. Tanulságos ennek a Dániel 7.24-nek a prófécia értelmezés története. Nagyon sokan ezt a három király megalázását az időszámításunk szerinti 6. századra teszik, amikor is a Róma ellen fellázadó három Ariánus, tehát a Jézus Krisztus igazi isteni voltát nem elfogadó barbár királyságok, Ariánus királyságok, a herulok, a vandálok és a keleti gótok, akiket aztán a kelet-római császár vert le, időszámításunk szerint 538 márciusában szabadult meg a pápai hatalom az utolsótól, a keleti gótoktól vagy osztrogótoktól, amikor Belizár, Justinianus császár híres hadvezére felszabadította Rómát az ostromuk alól, tehát ez 538-ban volt, Magyarul is lehet olvasni regényesített formában a Vitéz Belizár című Graves könyvet. Tehát ebbe a kora középkori jelenetbe is sokan bevilágítottak, akár a regény, akár a történeti irodalom, így például Magyarországon Félegyház József katolikus egyháztörténészt, az egyház és állam a korai középkorban szimű 1950-es évek végén megjelent könyvében, amely azért is fontos, és fontos lenne ezeket a kiadványokat újra kiadni, vagy még részletesebb történeti monográfiákkal előállni, mert Európa a mai értelemben vett Európa megszületésének folyamatát követhetjük nyomon. A magam részéről egy 1969-ben Párizsban megjelent a Röserség Kontakt című sorozatban Jean Flori. Három királyt fog megalázni című tanulmányát veszem alapul, aki mind a mai napig a legpontosabban fejtette ki ennek a proféciának az értelmét. Jean Flori, aki a akkori. Francia Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetének volt a munkatársa, abból indul ki, hogy megalázni három királyt vagy három királyságot csak azután lehet, hogy valakinek már a hatalma nem egy csíra állapotban, nem egy embrionális állapotban levő hatalom, hanem már eléggé kifejlett hatalom. Mielőtt rátérnék ennek a magyarázatnak az ismertetésére, hadd vessem fel a kérdést, hogy mikor jelenik meg a kereszténység történelmében a hatalom elfogadása? Mert a kereszténység nem így indult. Jézus világosan mondta, hogy az én országom nem e világból való. Jézus világosan hirdette, hogy a szeretet és az igazság eszméi kell, hogy meghódítsák a lelkeket, itt külső hatalom, főleg nem egyházi és politikai, világi hatalom nem járhat elől abban, hogy az emberek lelkiismertét leigázza. A kereszténység az első négy évszázadban üldözött kereszténység volt, a hatalom üldözte, egyrészt a zsidóság vezető rétegeinek hatalma, másrészt a római császárságnak, főleg a katonai rétegeknek a hatalma. Aztán persze hát voltak provinciák is ebben a hatalmas római birodalomban, és ott is az előkelőségek először ezt a szektát, ezt a, ezt a keresztény, a, a szegények vallásának nevezett hitet nem fogadták be, tehát tűzzel-vassal üldözték, Egészen 313-ig nevezetes időpont ez, amelyet a, a, a ma 10 vagy 20 történelmi időpont közé kell sorolnunk, amit minden embernek ismernie kellene, ehhez képest azért elég kevesen ismerik, és néhány évvel, egy tíz évvel ezelőtt, amikor megemlékeztek ennek 1700 éves évfordulójáról, itt Budapesten is volt erről emlékülés, kevés nyilvánosságot kapott ez a kérdés, hogy Európa történelme 313-ban fordult 180 fokkal meg, amiután a római császárság beszünteti a keresztény üldözést, ugye Nagy Konstantin császár a híres milliviói híd tapasztalata, hogy megjelenik neki Péter és Pál apostol, és biztosítják arról, hogy a jelben győzzöl, győzzél, és a kereszt jele ez, és így lesz ő majd tárcsászár, majd egyeduralkodó, hogy az addig üldözött kereszténységre tesz, tehát hogy beszünteti a milánói türelmi rendeletben a keresztény üldözéseket, sőt, kárpótlási törvényt is létrehoz, visszaadja az elrablott vagyonokat a keresztényeknek. Tehát 313-ban, amikor békét biztosít Nagy Konstantin, de egyben felajánlja, a kereszténység akkori vezetőinek, és legfőképp első szilveszternek, Róma akkori püspökének a hatalomban való részesülést. Nos, hát én ezt így szoktam mondani, hogy a kis szarva fejbőrt itt üti át. Itt jelentkezik a kereszténység testén, a kereszténység történelmében egy olyan dolog, ami addig teljességgel ismeretlen volt megjelenik a hatalom eszméje a kereszténységen belül. A kereszténység részt vehet az államhatalommal való kormányzásban, az államhatalomnak szinte jobb keze lehet, ez az eszme, ez 313-ig azt gondolom, hogy a legfantáziadúsa fejekben sem fordult elő. Ahogy okri ókori egyháztörténet író írja, amikor az addig üldözött keresztény vezetőknek bejárásuk volt a császári udvarba, sőt, egy közösségben lakomáztak, és ettek, ittak, és dicsőítették egymást, ezt az ember álomnak gondolta, nem kézzelfogható valóságnak. A hatalom eszméje 313 után jut be a kereszténységbe. Sajnos a kereszténység egy része, hogy pontosan mennyi rész, ezt ma már nem tudjuk megállapítani. Bizonyos vezetői elfogadták a hatalmat, a velejáró pénzt, és természetesen a hatalom gyakorlatában való részesülésüket is. Ez a kereszténység félelmetes nagy bukása volt. Megjelent a hatalmi kereszténység, ami bukás a bibliai, a krisztusi kereszténységhez képest. Megjelent a megoszlás. Megjelent, hogy továbbra is megmaradt ugyan egy Bibliához hűséges, egy az evangélium Krisztusi tanajhoz hűséges kereszténység, de megjelent és egyre nagyobb erővel, nyilván állami segédlettel tört előre a hatalmi kereszténység. Több mint 1700 éve történt meg a kereszténység első nagy megoszlása. De tehát nem 1054-ben, amikor a, a nyugati és a keleti kereszténység megoszlott, nem is 1517 után, amikor Luther reformációt hirdetett, a kereszténység máig tartó nagy megoszlása az 313-ra vezethető vissza, amikor bizonyos keresztény vezetők elfogadták az államhatalomtól a felajánlott pénzt és a hatalmat Jézus szavai ellenére, hogy az én országom nem e világból való. És ezután nem jöhetett létre a három király megalázása, hiszen most még csak eszmei hatalom áll Róma püspökének a kezében. 538-ban, amire az előző magyarázat hivatkozott, amikor az akkor legerősebb hatalom, tehát a kelet-római császárság felszabadította Rómát az ariánus veszélyeztetettségből, és tulajdonképpen, hogy akkor mondták a pársz, Occidentális, a nyugati részek fölötti hatalmat átadta Bizánc Rómának, ez már jogi hatalom volt, amit aztán később ugye a justinianuszi törvények szentesítettek is, tehát az eszmei hatalom után megkapja Róma a jogi hatalmat, de a jogi hatalom után. Kell, hogy legyen valami tényleges hatalom, hiszen ne felejtsük el, egy kialakuló új világrend, a középkor elején járunk, a feudalizmus, amelynek a szava feudum földet jelentett, és a római püspöknek nem volt földje, volt eszmei hatalma, volt jogi hatalma, de föltulajdona, föld, amiből kiállíthat hadsereget, amiből beszedhet adókat, a tizedet, minden mást. Tehát ilyen nem volt. A három király megalázása arra a korra tehető, amikor Rómának az eszmei hatalma, a jogi hatalma mellé egyszerre csak megszületik a tényleges hatalma, tehát a valóságos, hétköznapi hatalma és a három király megalázását ezért Jean Flori, ez a francia történész, aki hát a legközelebb áll országa múltja folytán is az eseményekhez, a 8. században keresi. Mi történt az időszámításuk szerinti 8. században? A három király megalázása a 750-es, 770-es évek között zajlott le, tehát egy pontosan körül határolható történelmi időszakban, amelynek ismerete bevezet bennünket Európa jövendő középkori történelmébe. Mi történt ugyanis a 750-es években? Az északi Lombardia uralkodója Aistulf, aki hatalomra jutva bekebelezte a ravennai jegzarkátust, és azt fontolgatta, hogy Rómára is adót fog kivetni, és Rómának püspöke, akit első Patriciusnak neveztek, a későbbi pápa, ugye a pápa elnevezésekor még nincsen elterjedve, megijed, és választhat két lehetőség között, vagy a Longobárdok vazalussává válik, vagy pedig vigyázó szemeit a kor legerősebben feltörekvő európai hatalmára, a frank királyságra veti. És az akkori pápa, első István, a második lehetőséget választotta. Ő úgy gondolta, hogy ha segítséget kér az egyre inkább erőteljesebbé váló frank királyságtól, akkor azok majd leverik a szüntelenül őt fenyegető Longobárd támadásokat. Ezért küldöttséget menesztett az akkori Meroving királyi udvarba, a francia történelemben először a Merovingok, aztán a Karoling család volt trónon, ekkor még a Merovingok uralkodtak, akiknek az udvar nagyja akkor Kispipin volt, Nagy Nagykároly jövendő, császár és király édesapja. A küldöttség meg, megérkezik a Frank udvarba, segítséget kér a Frank uralkodói háztól, de tudni kell, hogy harmadik sirderik nem volt igazán uralkodásra termett személy, kis Pipin fogadja a küldöttséget, nem akar sem igen sem nemet mondani a kérésükre, a római kérésre, hanem egy kérd kérdéssel válaszol, ki tekinthető királynak, akinek van hatalma, vagy akinek nincs. A virágnyelven mondott üzenetet megérti Róma püspöke, és már is megadja a választ egy következő küldöttséggel, hogy természetesen az tekinthető királynak, akinek van hatalma, tényleges hatalma. Ezzel következik be az első király megalázása. Mert a pápának van már eszmei tekintéje, van jogi tekintéje is. Most lesz tényleges tekintéje. Tudnék, hogy elmozdít egy törvényesen uralkodó harmadik silderiket, az utolsó Merovin királyt, levágatja a haját tonzúrára, és egy paraszekére téve egy kolostorba dugatja, döbbenetes megalázás. Tehát a Biblia, ha ilyen kifejezést használ, hogy három királyt fog megalázni, ezt nem véletlenül használja. Szinte kulcs szó ennek a proféciának az azonosításában, ennek a fogalomnak, ennek az igének a komolyan vétele, hogy megaláz, és 751-ben időszámításunk szerint Bonifác pápai legátus Pipint a Frankok királyává szenteli. Ez különleges dolog volt királyt szentelni. A bírvágyó királynak, hiszen Pipin nagyon vágyott a hatalomra, szinte papi hatalmat is kölcsönzött. Isten fölkentje lett, mint egy újdonsült Dávid írja jean Flori francia történész. Ez a felfogás messze menő történelmi következményeket vont majd maga után. Ezután három évvel 754-ben maga a pápa II. István végezte el ezt a cselekményt, ez alkalommal a főpásztori fölkenés már Pipinen és az egész családján nyugodott. Azon kívül a pápa kiközösítette azokat, akik nem akarták volna elfogadni Pipin személyében, az Isten választotta királyt. Az első király megalázása tehát harmadik sírderiknek az utolsó Meroving uralkodónak a trónról való letaszítása. És ebbe az időben nyúlik aztán vissza az a Konstantini adománylevélben, ami hát később Lorenzo Valla tisztázta a humanizmus időszakában, hogy közönséges hamisítás volt, ez a Konstantini adománylevél Nagy Konstantinnak a negyedik századi és a történelmet megfordító császárnak a végrendelet, amelyel Európát a római püspökre, a későbbi pápára bízta volna, mivel ő a leprájából kigyógyította, és elmondja, hogy hogyan is kell az uralkodóknak viszonyulni az egyházi hatalomhoz. Amikor az egyházi hatalom megérkezik például egy ilyen király felkenetésre, akkor a világi hatalom, amely fogadja őt, nevezetesen most a frankok, uralkodója le kell, hogy szálljon a lováról, oda kell, hogy menjen Róma püspökének, ugye a később pápának nevezett egyházi tekintének a lovához, mint valami lovász fiú, meg kell, hogy fogja a ló és úgy kell, hogy vezesse azután, tehát teljes vazalusi hűséggel kell alávetnie magát a pápának, úgy, hogy ezt egyébként Gelázius pápa az 5. század végén már meg is fogalmazta, hogy két hatalom van, azóta is Vatikán állam címerében a két kulcs, ezt a két hatalmat jelképezi. Az egyik hatalom a potestás, a világi hatalom, a, politikai hatalom, a másik hatalom az auktoritás, a lelki hatalom, a szellemi, a lelkek fölött, sőt az üdvösségre jutó lelkek fölötti hatalom, és ez mind a két hatalom a pápájé, de természetesen részt ad a politikai hatalomból a politikusoknak is, de a lelki hatalom mindig fölébe emeli őt, okos szemek, nagyokat szóló száj milyen tökéletes beteljesülés ez a történelemben. De figyeljük meg, hogy nem egy, hanem három király megalázásáról beszél a profécia a Dániel könyve 7. fejezet 24. versében, és alig telik el néhány év, Aisztulf, ez a nagyon energikus Longobárt király újra fenyegetésekkel áll elő, és kis Pipinnek meg kell jelennie, hogy fölszabadítsa Rómát, és 756-ban, amikor Pipin a pápa közös egyetértésével megalázta Aistulf királyt, úgy alázta meg, hogy Didiét egy másik lombárt herceget tettek a helyébe, Akiről úgy gondolták, hogy majd tanulékonyabb lesz, aztán persze ő is róma ellen lázadt, de nem csak ez történt a nagyhatalmú longobár király megalázásával, hanem sokkal inkább az volt itt a fontos, hogy az el, elvette az ország a területét és a pápának adta. Ez volt a pápai állam kezdeménye a pápa megszerzett, vagy hogy a római források állítják, visszaszerzett egy földcsíkot, mely az adriai tengert szegélyezte Velence déli csücskétől kiindulva is Ravennát, Pentapolis-t, vagyis Riminit, Pazárót, Fánit, Szinigágliát és Árkónát foglalta magába, Bolonyát később csatolták hozzá. A Frank király segítségével a pápa egyszerre valóságos világi hatalom is lett, ennek megszerzett fundamentuma a föld kezébe volt, írja jean Flori francia történész. Tehát a második király Aisztulf, akit úgy alázott meg, hogy letett a trónjáról, mint előbb harmadik Silderiket, de el is vette az ország a jelentékeny részét, és ezzel vetett alapot a későbbi pápai államnak, amely, mint tudjuk, egészen 1871-ig fennállt az olasz egyesítés időszakáig, azután kényszerült a pápaság egy alig egy nézet kilométernyi területre a Vatikánba, de addig középkori értelemben óriási hatalommal rendelkezett, mert földterülete volt, ott jobb dolgoztatott, onnan a hadsereget állíthatott ki, és óriási jövedelmekre is szertett, ha ugyan a További európai térhódítása nem hozott még nagyobb jövedelmeket neki. De a Biblia nem két király megalázásról beszél, hanem hároméről. És az a tanulékonyabbnak vélt Didé is föllázott Rómával szemben, és meg akarta hódítani Rómát, és most már Nagy Károly van a frankok trónján, és az a helyzet áll elő, hogy Nagykároly Károly felesége is Longobárd királylány. Vajon elküldi a feleségét, elválik-e tőle, és a saját apús ellen lázad, vagy pedig összefog az északi hatalommal a pápassággal szemben. Hát nem hagyta el politikusi összene Nagy Károlyt, és az előbbi lehetőséget választotta, hogy letette ezt a bizonyos királyt a trónjáról, de előbb úgy, hogy hazaküldte a feleségét, elvált a feleségétől. Persze minden egyházi törvény ellenére, de a politikai szándék, a hatalmi szándék erősebb volt az érzelmeknél is, a királyi házak egybekötésénél is. Micsoda megalázás ez, hogy visszaküldi a feleségét, a frankok királyné asszonyát, és leveri uh, Didiét, tehát harmadik sírderik és Ájsztúl után így teljesedik be a profécia. Ez a profécia szó szerinti beteljesítése, beteljesedése, és három királyt fog megalázni. A pápaság megszabadul az északról állandóan őt támadó, nyugtalanító longobárdoktól, föltulajdon szerez, és Európa leghatalmasabb állama áll rendelkezésére, hogyha bármi történik vele, akkor megsegítse. Ha aztán a frankok helyett a németek lesznek a legerősebb európai hatalom, akkor léte a német-római császárság, és ha a német-római császárság is letűnik végső nyulványaiban az első világháború idején, akkor az akkor legerősebb világhatalom az amerikai Egyesült Államok lesz majd a jobb keze. Frankok, németek és Egyesült Államok ők biztosították és ma is biztosítják a pápaság világhatalmát. Első Ferenc pápa 2023. szeptemberében kijelentette, hogy téved az, aki úgy gondolja, hogy a pápaságnak hatalmi ambíciói, hatalmi törekvései vannak. Igazat mondott, nem kell, hogy legyenek. Régóta ő ül már a világ első helyén.